Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt nyári szabadsága után ismét a Fradi Podcast, de nem akármilyen vendéggel, Kubatov Gábor, az FTC elnöke vendégünk. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy vállaltad az adást. Én köszönöm a meghívást. És állandó műsorvezető társam, Szűcs Tamás, a Fradi Média főszerkesztője. Szervusz Tamás. Én is köszöntök mindenkit. Az az igazság, hogy először egy évértékelő interjúra, sportévértékelő interjúra készültünk, amit most már hagyományosan hosszú évek óta egy YouTube csatornára helyezünk el, képekkel, mindennel. Most azonban megváltoztak a hírfogyasztási szokások, és arra gondoltunk, ez volt a javaslatunk, hogy egy podcast keretében értékeld a sportévet. Te is úgy gondolod, hogy megváltoztak ezek a szokások? Nagyon, és az én kollégáimat, titeket, meg a ti munkatársaikat állandóan inspirálok arra, hogy, vagy próbálok inspirálni arra, hogy hát próbáljuk újra és újra értékelni a helyzetet, és ezt nem elég évente megtenni, hanem hamarabb is kell. Azért kell hamarabb megtenni, mert én látom a politikában, hogy például az elsődleges hírszerzési felületek, azok átkerültek a televízióból az internetes felületekre, azon belül is a közösségi médiára. És hogyha ez így van, a sport egy kicsit talán vált, ugye talán egy kicsit más, mert azért már tévét sem néznek élőben olyan sokat az emberek. Látom a gyerekeim fogyasztási szokásait, tehát van olyan, a legkisebb kislányunknak a szobájában nincs televízió, és csak komputerről néz sorozatokat. Ezért aztán a sport talán egy kicsit kivétel, mert ott van az élő adásnak varázsa, meg akkor történik a dolog, és ezt szívesen nézi meg az ember. De közben a Fradi kommunikációs felületein ezt a változást, ezt le kell tudnunk követni. És azért gondoltam, hogy ezt én örömmel láttam, be kell, hogy valljam, nem az én ötletem volt, hogy podcast legyen, de hogy a ti ötletetek volt, de hogyha már van, akkor egy nagyon modern eszköznek tartom, és azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni, úgyhogy most azért ücsörgök itt. Gábor, ezeket a modern kommunikációs csatornákat te hogyan használod, hogyan fogyasztod? Hát hírfüggő vagyok, úgyhogy én főleg azt hiszem az én korosztályom, ugye én 55 fölött vagyok már, tehát az én korosztályom az inkább Facebookozik. De látom a TikToknak az előretörését, látom az Instának az imázs jellegű előretörését, amit érdemes. Az Instán meg a Facebookon én magam is fent vagyok, tehát nem csak olvasóként, hanem kvázi szolgáltatóként is ott vagyok. És egy nagyon izgalmas, mert nem csak a kommunikációs szokás, hanem a hírolvasási szokás, a megértés, azok is egy egész más mederbe kerültek. Azt veszem észre, hogy néha utazom metróval, és amikor a baseball sapkám alól kitekintek az utasokra, akkor azt látom, hogy ülnek a székükben, és az ujjukkal tekerik ezeket a közösségi média felületeket. Ebből számomra az derült ki, hogy ők valószínűleg csak kiemelt sorokat és címeket olvasnak el. És ezeken keresztül kommunikálunk. A hosszú interjúk lassan már az, hogy papír újságban megjelenik egy hosszú interjú, azt már alig olvassák. Leesett, most pont találkoztunk a Magyar Nemzet olvasottsága 10 000 alá, vagy 10 000 köré. Ami egy nagyon izgalmas szám, mert azért mégiscsak egy 10 milliós országban élünk, ahol összesen ennyien olvasnak csak papír alapú újságot. Megváltozott, régen olyan nagy sztár volt a Blick, amikor azt mondták, hogy hát 1 millió ember olvassa, de az is átkerült, az olvasottság átkerült az internetes térbe. Úgyhogy nekünk is, Fradinak ehhez alkalmazkodni kell, hogyha mi akarjuk mondani, ha nem akarjuk elveszíteni a szabadságunkat, hogy majd mások mondják el rólunk, hogy mit gondolnak. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk kell tudni elmondani, hogy mit gondolunk a kialakult körülöttünk levő helyzetről, a sikerekről, a játékos igazolásokra. Az a legfontosabb dolog, hogy ezt mi meg tudjuk tenni, de hogyha nem használjuk modern módon ezeket az eszközöket, akkor ezt az előnyünket el fogjuk veszíteni, és nagyon gyorsan fog ez bekövetkezni, hogyha nem vagyunk elég innovatívak. Hát mi igyekszünk rajtunk, nem fog múlni. Említetted, hogy hírfüggő vagy, de nem csak hírfüggő vagy, hanem egyszer igen kérdezték tőlem, hogy mivel is foglalkozom, és akkor én azt mondtam, hogy ilyen a féle író-olvasó ember vagyok. Olvasok is, és hát sokat írok, de te is írsz, hiszen tavaly megjelent egy könyved az első 10 év címmel, és erről jutott eszembe, hogy hát a második 10 év az valami fantasztikusan kezdődött, hiszen annak az első éve olimpiai aranyakkal, bajnoki címekkel, sorozatban 4.
bajnoki címmel, a női labdarúgásban is bajnoki címmel, a bajnoki cím visszaudításával, női kézlabdában kupagyőzelemmel, férfi kézlabdában egy bajnoki negyedik helyen, ami majdnem már egy győzelemmel felér negyedik hely, férfi labdában bajnoki cím, kupagyőzelem, bajnokok ligája bronzérem, atlétikában OB aranyak tömkelege, kajakkenuban ugye olimpiai aranyérem, gyorskorcsolyában olimpiai aranyérem, úgyhogy minden van, hát tele van a polc vele. Ez gondoltad volna? Hát arra gondoltam, hogy ha ez megtörténik, az se lesz soha elég. Szóval fradisták vagyunk, nem? Nem nyertünk meg mindent. Majd ha mindent megnyerünk, akkor lesz egy pillanat nyugalmunk, és utána keresünk újabb kihívásokat. Persze mindegyiknek megvolt a maga a nehézsége, mert edzőt váltottunk a labdarúgásban. Ez volt az egyik legnehezebb döntés. Nem szoktuk mi itt a kormányt rángatni, meg jobbra-balra kacsázni, de valószínű az én hibámból, vagy illetve nem valószínű, hanem az én hibámból választottunk egy olyan edzőt, ami nem illett a Fradihoz, vagy inkább a Fradihoz talán illett, de nem illett a csapatunkhoz. És akkor itt váltani kellett. És ez egy nagyon nehéz, nagyon sok időt elvitt tőlünk vezetőktől is, mert azért Hajnal Tomival, Orosz Palival, Nyíri Zozival nagyon sokat dolgoztunk ezen, hogy most még egyszer már nem hibázhatunk ebben. Bocsáss meg, melyik volt az a pillanat, amikor neked biztossá vált, hogy edzőt kell cserélni? Akkor, amikor Debrecenben kikaptunk, vagy már előtte? Nem eredményfüggő volt, hanem inkább az, hogy az öltöző annyira széttartott, hogy azt, és annyira erős klikkesedések voltak, és ennek akkora jelentősége volt abban az időben, hogy azt gondoltam, hogy azt nem lehet különösképpen hagyni. És ez volt a valódi indok, hogy nyilván az én hibám ott lehető fel, hogy egy olyan edzőt kellett volna hoznunk, aki Péter Stöger egy nagyon finom lelkű, egy nagyon intelligens, egy nagyon cizellált ember volt. És lehet, hogy ez a stílus ehhez a kerethez, 15 nemzetből vannak labdarúgóink, ehhez a kerethez ez nem stimmelt. Lehet, hogy egy másik időszakban egyébként kiváló edző lett volna, de azért azt ne felejtsük el, hogy olyan magasan járt ő annak idején az eredményeiben, Bundesliga negyedik hely, meg komoly eredmények voltak mögötte, amilyen magasan az előző edzőink még sosem jártak. De azt hittem, hogy ezt a problémát is meg tudjuk feloldani, de nem sikerült, és akkor kellett keresni egy edzőt, és ez volt az első jel, vagy illetve ez volt a legfőbb indok, hogy az öltöző nem volt összetartó, és ha az öltöző nem egy összetartó, akkor ott nehéz kihozni a csapatból a teljes teljesítményét. És jött Sztanyiszláv Csercseszóv. Mi az, amivel megfogott téged, amivel a vezetőséget megfogta a mester? Hát olyan külvárosi gyerek, mint amilyen mi vagyunk, csak ő egy kicsit másként. Egyszer kérdeztem tőle, hogy Sztanyiszláv, te orosz vagy? Ő nem orosz. Ő oszét. És mondom, mi a különbség az oszétok és az oroszok között? Azt mondta, hogy miközben Moszkvában egy üvegasztalon a moszkvai fiúcskák tologattak egy ilyen kis matchboxot, én közben a Kalasnyikov lőszereket válogattam a porból. De közben, tehát egy kemény krapek ezt mondta el ezzel a hasonlattal. De közben meg egy közgazdászról beszélünk. Egy közgazdász végzettségű, nagyon könnyű leülni vele és számolni például játékos értékekben, költségekben, meg ilyenekben, mert nagyon egy rugóra jár, mert egyébként tud együttérzően gondolkodni közgazdászként a klubban. Megérti, hogy miért hozunk olyan döntést, ami esetleg egy szakmai állásponttal is szemben? Meg. De nem, nincs szakmai álláspont, inkább ezt kell egyeztetni, és mondjuk két lehetőség közül azt választani, aminek mondjuk a gazdasági lába is jobban néz ki. És tehát ez volt az elsődleges dolog, hogy nagyon könnyen meg lehet vele találni a hangnemet. Egy nagyon virulens ember, és mindig azt szoktam mondani, egy olyan karnagy, aki vagy karmester, aki tud játszani a szimfonikus zenekar minden hangszerén. Tehát, hogyha kell, akkor cudar kemény és kíméletlen. De van, amikor meg nagyon jó pofa is együttérző. Van, amikor nem vesz észre dolgokat direkt azért, hogy ne legyen belőle konfliktus. Tehát, hogy egy igazi nagy játékos, és ezt nagyon, nagyon szeretem benne, és ezeket mi végig beszéljük általában, és elmondja, hogy milyen döntés mögött mi történt. A kettes számú dolog, hogy egy nagyon komoly szakmai stábot hozott el, ami azt gondoltam, hogy a kelet-európai emberekre nem annyira jellemzők, de elemző stábban is, meg a segédedzőkben is, kapusedzőkben is, és szerintem
szerintem a legnagyobb előrelépés az erőnlétés tábnak a vezetőjében van. Ugye elhozott magával egy spanyol előréti edzőt. A spanyol előréti edző ez egy PhD diplomával rendelkező valaki. Az rögtön hozott egy másik elemzőrendszert, egy mérőeszközt, amit mi használunk a játékosokon. És azt gondoltam, ennek nincs olyan jelentősége. De mégis van, mert meg tudja mondani, hogy melyik játékos mondjuk melyik lábával hogy támaszt ki, és hogyha abban eltérés keletkezik, akkor mondja, hogy ez a játékos meg fog sérülni, és vegyük ki az edzésből. Szóval behozott egy csomó olyan dolgot, amire én nem ismertem gondolni. És ő ragaszkodott ehhez a szakmai stábhoz. Ez a legizgalmasabb dolog. Mondtam neki, hogy Stanislav, jó, a te fizetésed rendben van, meg akkor tudsz hozni magaddal két edzőt, de próbáld a mi erőnléti stábunkat ki. És hogyha nem jó, és te ezt meg tudod indokolni, akkor hozhatod az erőnléti edződet. De azt mondta, hogy én már 10 éve ezzel a stábbal dolgozom együtt. Én egyetlen egy embert nem fogok ott hagyni. Vagy jövünk így öten együtt, vagy egyébként nem fogunk jönni. És ez is egy becsülnivaló dolog, hogy hűséges vagy bajtársias a kollégáival szemben. És a döntést visszaigazolja még egy dolog, amit itt magunk között mindig meg szoktunk beszélni, hogy az első olyan edzői stáb, aki magyarul köszön. Tehát, hogy megvan bennük az az igény, hogy ők mi szeretnének alkalmazkodni hozzánk. Igen, nagyon kedves emberek egyébként mosolyognak. Ugye a Lipcsei Gabi mindenkivel provokatívan magyarul beszél, és megtanultak pár szót magyarul. Persze, úgyhogy és minden beszélgetés egy nagy élmény vele. És azt is meg kell, hogy mondjam, hogy nincsen ilyen lelki állapot ingadozása. Tehát mindig ugyanaz a lelki állapot. Nem túl jókedvű, és nem túl haragos, és nagyon, nagyon reálisan tudunk elemezni meccsek után is. Ez is egy nagy dolog, hogy meccsek után tudunk elemezni, mert azért a meccsben, ott a győzelemben mindig benne van az, hogy ide nekünk az oroszlánt, és a vereség van, akkor pedig mindenki teljesen kész van tőle. De vele elég józanul lehet erről beszélni. Szóval minden esetre egy izgalmas személyiség is, csak nem egy jó edző, hanem egy nagyon izgalmas személyiség, aki nagyon jól fogja össze a csapatot. Most mondok egy példát erre. Van egy amerikai jobb hátvédünk. Oda át mellé, átölelt az első edzések egyikén. Azt mondta, figyelj, nekünk oroszoknak, meg amerikaiaknak nem kéne jóba lennünk, de mi jó barátok leszünk. Megpacskolta a vállát, tovább ment. Most nem tudom, hogy leírja a helyzetet, azt hiszem, hogy le, hogy közben kimondja a problémákat, és erre mindig megoldást is kínál, vagy megoldást is talál. És nagyon, nagyon egyenes ember, tehát nem sumákol, belemondja mindenkinek a fejébe, ha kérdezik, hogy mit gondol a helyzetről. Úgyhogy szerintem minket ez nagyban előre vitt. Azt se felejtsük el, hogy azért ő benne volt néhány esztendővel ezelőtt, benne volt a világ legjobb 10 edzőjében. Igen, a 8. volt. Igen. Szóval a nem véletlen az akkori UEFA legnevesebb emberek azért mégiscsak arra gondoltak, hogy az ember valamit tud. És úgy látom, hogy valóban így van. A bocsánat, azért mi is kiálltunk mellette, hiszen a Ferencvárost egyenesen felszólították, hogy távolítsuk el. Hát igen, és én le is ültem vele beszélni. És mondtam, hogy nekünk, nem akartam ezt az egész háborús konfliktust fölhozni, mondtam, hogy nekem az az érzésem, hogy nagy nyomás lesz rajtunk. Majd ha külföldre megyünk, akkor majd minket megpróbálnak nyomás alá helyezni, hogy ő egy orosz. De mondtam neki, hogy mi megkötöttünk egy szerződést, és a klub az tartani fogja magát ehhez a szerződést, ez ennyit szerettem volna csak vele ki közölni vagy mondani. És úgy látom, hogy megnyugodott, ez is egy fontos dolog. És hát azt is elmondtam neki, hogy persze, hogy és Csajkovszki bémol zongora versenyét is fogjuk hallgatni, meg Tolsztojt is olvasunk, attól függetlenül, hogy orosz volt, vagy nem. Igen, hát ő végül is egy sportember, egy szakember, akinek nem feladata a politika. Hát pontosan így van. Tehát és nekem van egy ilyen rossz érzésem, hogy pont azokat a dolgokat hibázzuk el, mint amit a kuberténi elvek lefektettek. A sport az közelebb visz minket a békéhez. Ez 100%. Én emlékszem még arra a legendás meccsre, amikor az Egyesült Államok és Irak háborúban álltak, és a világbajnokságon összesorsolták őket, és ott játszottak egy meccset. Ez egy fantasztikus dolog volt, közelebb vitte a világot a békéhez. És nekem meggyőződésem az, hogy a sport ezt meg tudja tenni. Hát nézzék meg, nekünk van ukrán labdarúgónk, nem? Az volt valaki szerint is
egyetlen egy konfliktus köztük? Hát nem, mert mind a ketten sportemberek, mert nem ők indították a háborút. Persze fáj nekik, ami a hazájukkal történik, vagy nem biztos, hogy mindenben egyetértenek ezen a téren, de a sport közelem vitte őket egymáshoz. És én ebben nagyon, nagyon hiszek, és nagyon vallom ezt, és mindig ki fogok állni, pont emiatt az elv miatt mindig ki fogok állni az edzők mellett. Csak egy adalék a mesterhez, ugye kiváló humora van nekünk, például Good Morning Paparazzival köszön, majd rögtön hozzáteszi, hogy what can I help you, tehát mester ilyen kezeli a dolgokat, és a magyar médiát is én eddig úgy látom, hogy nagyon jól. Most viszont jön Európa, és az egyetlen ismert orosz edző gyakorlatilag a piacon. Erre biztos, hogy fel kell készüljünk. De szerintem van elég intelligens ember ahhoz, hogy ezt tudja kezelni. Hát igen, és ha nem, akkor ott van a klub kommunikációs csapata, és segít neki. Egy kicsit ugorjunk vissza, focizzunk, szakmázzunk. A szezon végének egy nagy pillanata volt, amikor ugye Tokmag, akiről már mindenki elkönyvelte, hogy távozik, mégis marad. Itt a podcastban nem szoktunk dolgokat előre bejelenteni, ellenben a kulisszák mögé megpróbálunk betekinteni. Én is erre kérlek most. Tokmak említette egy interjúban, hogy nagyon fontos volt a döntése meghozatalában az a bizonyos vacsora, amire te hívtad meg. Mit ettetek? Mi hangzott el? Mert előbb úgy belőlem a bulvár, de, micsoda bulvár, de igen. Mi történt ott? Hol igen. voltatok egyáltalán? Igen, hát elmentünk egy olasz étterembe oda a Szent Visán Bazilika környékére. És ugye már régóta próbáltunk vele szerződést kötni, és kínálgattuk ajánlatokkal, de egyikre sem mondott nemet, de egyikre sem mondott igent. És akkor mondtam, hogy engedje meg, hogy meghívjam egy vacsorára. És akkor hármasban a Hajnal Tomival elmentünk vacsorázni. Ki fizetett? És a Tomi. És azt remélem, hogy a klub számlájáról talán. Hogy. És sztéket ettünk. De nem ez volt a lényeg, hogy mit ettünk, hanem hogy mondtam neki, hogy velem nem tud megegyezni, mert velem egyetlen egy számról nem fog majd itt beszélni. Tehát, hogy mennyi lesz a fizetése, meg ez a sportigazgatómnak a dolga, meg a gazdasági vezetőmnek a dolga, hogy mennyi pénzt tudunk ajánlani. Hanem csak azt akarom elmondani neki, vagy szeretném felidézni azt az időszakot, amikor ő ide került a klubhoz. Mert amikor először találkoztam vele a stadionban, akkor mondtam, hogy mi nem játékost keresünk, hanem a partnert. És hogy ő nekünk társunk lesz ebben a küzdelemben. Hogy nem csak a futballpályán lesz neki része, hanem különböző kampányokban részt kell venni, és azért kell részt venni, hogy egy sokkal közhelyesen mondva, egy sokkal szebb világ köszöntsön ránk. És ő ebben részt vett, elég csak belegondolni a kirekesztés ellenes kampányokra. Én ebben nagyon hiszek, hogy szerintem, hogyha ha valami ellen akarsz tenni, akkor kell hoznod egy kivételes tehetségű játékost. Azt mondod, hogy itt Magyarországon vagy a világon fekete kirekesztés van, akkor neked be kell bizonyítani, hogy a bőrszín itt nem számít semmit. Hanem azt számít, hogy a pályán milyen teljesítményt nyújtanak. És nekünk, ha most megkérdeznénk a Fradi szurkolókat, hogy ki a kedvenc három játékosuk, akkor nagy valószínűséggel mind a három színes bőrűt említene. Hogy ők a legjobbak. Plusz Dibusz Dénes, de most csak általában a futballrajongókkal, csatárokban vannak beleszeretve. És azt gondolom, hogy és akkor elmondtam neki, hogy ebben a dologban nagyon, nem tudom, hogy kötünk-e szerződést, vagy nem, de nagyon köszönöm, hogy együttműködtünk, meg okosan tudtunk ebben lépni. És akkor aztán beszélgettünk még egy csomó mindenről. Egyrészt ugye, hogy ő szabadon igazolhatóvá vált, ez azt jelenti, hogy neki nincs szerződése, és és ingyen megy egy klubhoz. Tehát nem az van, hogy 1 vagy 2 millió vagy 3 millió euróért meg kell venni valahonnan. Most nyilván ilyenkor a játékosnak az jár a fejében, jó, de hát akkor engem kivel fognak pótolni? Egy 1 vagy 2 vagy 3 milliós játékossal. És akkor ennek a pénznek egy részét el tudja kérni. És volt neki 3 komoly ajánlata is, Arabországból, Törökországból és Japánból. És azt hiszem, a ajánlat vagy pénztéren a miénk volt a legrosszabb. De van köztünk egy személyes jó kapcsolat, egy jó emberi kapcsolat, van egy kiváló edzője, jól érzi itt magát a családjával, ugye kisgyerek van a családban, és nagyon, nagyon szeretnek itt élni Budapesten. Ezért mindenkinek mondom, hogy egy kivételes helyen vagyunk Európában, mert még Prágához képest is, vagy Varsóhoz képest is egy fantasztikus város a miénk. És
van a klub körül egy anyagi biztonság, meg egy ilyen, hogy mondjam, amit ígérünk, azt betartjuk, adott szó, és ez szerintem sokat vetett alatba. És a harmadik, vagy negyedik, vagy talán utolsó dolog az, hogy azért mégiscsak tudta, hogy ettől a klubtól mire számíthat, és a klub is tudta, hogy mire számíthatunk a tőle. Úgyhogy így született meg a megállapodás, és nagyon büszke vagyok rá, meg boldog vagyok vele, mert lehet, hogy lehetett volna ilyen játékost, meg lehet, hogy lehetett volna ennyi, vagy egy kicsit talán több pénzért, de lehetett volna valami hasonlót hozni, de azt nem ismerjük, nem tudjuk. És van egy büszkeségem is, hogy mégis van egy klubhűség, amire én mindig vágyom, hogy egy játékos hosszú időt töltsön el velünk. Említetted, Gábor, hogy Toki is családos ember, és az új igazolások közül is családosan érkeztek, nem is egy. Öröm volt azt itt látni, hogy az egész család körbe sétált a sporttelepünket. Ott tart a Fradi, hogy nem csak játékost igazol, hanem akár családot is. De ez az, amiről mindig beszéltem most már évek óta, hogy kell ez a város, kell ennek a városnak a biztonsága, kell a futballstadion biztonsága, kell ennek a fantasztikus szurkolók, tehát nagyon, nagyon sok minden hozzátartozik. Kell az a szerviz, amit kapnak a játékosok. Tehát ide jön egy játékos hozzánk, akkor mi segítünk neki a lakás kiválasztásában, az autóbérlésben, és a gyerekek beiskoláztatásában is. És itt nagyon sok olyan, mint itt van a Márcié nevű fiú, egy francia stáz, gyerekei vannak, azt hiszem két gyerek. Neki fontos volt, hogy milyen oktatási intézmények vannak, itt jó francia iskola van. Ezért aztán felkerestük és próbáljuk oda beintézni őket. A angol nyelvűeknek nagyon sokan vannak angol vagy amerikai iskolában Budapesten, ami nagyon magas színvonalú oktatást eredményez. Tehát ezek szerintem mind sokat segítenek a mi boldogulásunkhoz, és én nagyon örülök, amikor például valamelyik játékost elkíséri a felesége. Az egy olyan jó érzés, mert akkor azt látom, hogy ez egy közös döntés van, nem az van, hogy egy játékos eldöntötte, és a feleségének alkalmazkodni kell, hanem eljöttek ide, és itt boldogan akarnak élni, és ez nekünk egy nagyon nagy kiváltság lehet. Most először talán jóval többen távoznak, mint ahányan érkeznek, de elégedett vagy az erősítésekkel, az olyanan érkezőkkel? Hát igen, elment a Miha Blažić, elment a Lasadvali, két kiváló emberről, meg kiváló labdarúgóról van szó. Elment a Robomák, aki nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Elment a Marko Marin, szintén hasonló, tehát olyan, mintha a pályájuk végén egy levezetéshez jöttek, pedig amikor mi szerződést kötöttünk velük, mi ezt kérdeztük, hogy ez nem egy levezető klub, itt nem olyan alacsony színvonalú futball van már, mint ti azt elképzelitek, hogy itt hati húzó emberek akartok lenni, itt bele kell adni mindent. Nem tették meg, és nem is bánom, hogy ez a dolog, és nekünk is egy tanulsággal járt, hogy egy pályája végén levő játékosa mennyire szabad majd szerződést kötnünk. Elment a Szomi, az én drága fiam, mindig úgy hívtam őt, aki egy nagyon, nagyon kedves ember volt itt a klub környéken, egy csupa jó indulattal megálltott ember, és elment a Szerető Krisztófer is, aki egy soroksári kölcsön után most elmenni Nyíregyházára. Szóval ezek a mi távozóink, a Baturinát kölcsön tudtuk adni Szlovéniába, ott remélem, hogy ki tud teljesedni. Szlovéniában már egy kiváló fél szezonon volt túl, tehát hogyha most megint meg tudja csinálni, akkor megint egy jó formában levő Baturinát tudunk visszahozni, vagy tudunk vele dolgozni. És mivel elment két belső védőnk, és nálunk az a szokás, hogy minden posztra két hasonló kvalitású játékosnak kell lenni. Ezért aztán szerintem két kiváló belső védőt hoztunk. Kifejezetten kerestünk egy ballábas belső védőt, ez most nem akarok szakmai dolgokba belemenni, mert én sem értek hozzá olyan mélységig, amennyire kéne, de a ballábas belső védő könnyebben tudja kihozni a labdát. És hoztunk egy Knossner nevű fiút Hollandiából, egy utánpótlás holland válogatottat, egykori utánpótlás válogatottak, akiben szerintem sok van. Hoztunk egy dán belső védőt, egy Télander nevű belső védőt, aki szerintem érett játékos már, tehát azt a fajta egyensúlyt, hogy a fiatal játékosok és az idősebb játékosok egyensúlyát azt nagyon jól állítja helyre. Hoztunk egy Mercier nevű középpályást, akit úgy hívtak a belga bajnokságban, hogy a passz király, és évről évre fantasztikus minőségű passzokat adott, és jobb a ballal rúgja a gólokat. Tehát abban megint csak érzek sokat. És hoztunk egy kiválóságot, egy Traoré nevű ballábas jobboldali középpályást, vagy jobboldali futónak hívják talán,
a csatársorba, aki pedig a Sheriff Tiraspolban játszott tavaly, és azért rugdosott gólokat a Dinamo Zagrebnek, meg talán még a Madridnak is. Van. Ezért aztán azt gondoltuk, hogy ő egy olyan erősítés lehet, aki segít rajtunk, és aztán hosszan alkudoztunk, de végül is el tudtuk hozni, szerintem jól döntöttünk, a jövő egyik legígéretesebb igazolásának tűnik. És hát próbálkozunk a fiatalokkal is, mert mondjuk a kis lisztest már próbáljuk beillezgetni a csapatba, nézegetjük a többi fiatal utánpótlásban nevelkedő játékosunkat, a kis Dantét, aki a Vasasban volt kölcsönadva, aztán most velünk edzett, és nagy valószínűséggel, hogy meg tudunk állapodni a Vasassal, akkor kölcsönadjuk legalább egy fél évre, lehet, hogy aztán kétszer fél év lesz belőle, de őt is már próbáljuk nézegetni, illeszgetni, ugyanúgy, hogy a Soroksár kapusát elvittük magunkkal, a Vargát, akit mi SP-nek hívunk, és őt is próbálgatjuk nézegetni, hogy lehet a jövő tehetsége, és sok bizakodásra van okunk ezekkel a játékosokkal kapcsolatban. Ez a keret tavaly sem volt rossz, most meg kifejezetten erősnek tűnik. Kijelenthetjük, minden poszton két bivaj erős játékosunk van, de ha Európát nézzük, és mi mindig a BL-be vágyunk, akkor a keret összértéke az jól látjuk, hogy még mindig azért nincs azon a szinten, amilyen szinten akár egy csoport negyedik csapat keretének összértéke is szokott lenni. Mi lehet a mi fegyverünk? Hát az, hogy többet dolgozunk, hogy alulértékelt játékosokat veszünk, és azokat próbáljuk kihozni belőlük a legjobb formát, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, többet dolgozunk, precízebben rakjuk össze az elemzéseket, szóval nekünk meg kell tenni mindent ennek érdekében. Ugye a BL-ben, amikor mi együtt játszottunk, akkor a torony magasan a legkisebb költségvetésű csapat voltunk, a BL csoportkörben. A második legkisebb költségvetésű csapat is kb. 20 millió euróval kisebb költségvetésű csapat volt. Mármint nagyobb, ugye, amit jelent. Bocsánat, nagyobb költségvetésű 55 csapat. Millió euró. Igen. Tehát volt, meg 34 akkor. Igen. Szóval, hogy azért meg kell kapaszkodni itt. És most is azért nehéz, csak mondok számokat, mondjuk a Manchester City-nek 960 millió a költségvetése. De ha azt kérdezitek tőlünk, hogy egyszer a Manchester City-t el kéne elkapni, szerintem el. És hogy a mi csapatunk szerintem igen alkalmas rá. Lehet, hogy piszkos 12 hozzájuk képest, meg nehezebben összeállítható keret, meg persze kell hozzá egy nagy adag szerencse is, meg kell, hogy lenézzenek minket, mi meg nagyon akarjuk, hogy nekik semmi ne jöjjön össze, és nekik meg minden. De én abban reménykedem, hogy még akár egy ilyen nagy csapatot is egyszer le lehet teríteni, mint ahogy nagyon közelében voltunk egy kiváló eredménynek, például a Juventus ellen. Szóval az a helyzet, hogy nem a pénz focizik a pályán, és abban reménykedem, hogy mi okosan állítottuk most össze úgy a keretet, hogy az abban jó arányok vannak, és hát egy kiváló edzőnk van. Úgyhogy ezeknek az összessége szerintem az, ami kiadja azt, hogy a Ferencvárosnak jól kell tudni szerepelni. Ahhoz, hogy megrángassunk egy oroszlán bajszot, ahhoz oda még el kell jutnunk, ez a BL csoportkör. Az oda vezető út tulajdonképpen jövő héten meg is kezdődik. Mit vársz azután, hogy 8 órát kell majd repülnünk Kazaksztánba? Hát igen, és közben ráadásul az európai légiközlekedés összeomlása miatt egy olyan repülőgéppel tudunk csak menni, aminek le kell szállni Törökországba tankolni, hogy van azt hiszem 4 óra időeltolódás. A jó hír az, hogy nekik is ugyanennyit kell jönni, és nekik is ugyanennyi időeltolódásuk lesz. Tehát van ilyenfajta probléma, és egy egész más közegben megyünk, Ázsiába megyünk át, ugye ez már nem Európához tartozó, hanem Ázsiához tartozó része a bajnokok ligájának. Lapozni kell a térképen. Igen, lapozni kell a térképen, de a helyzet az, hogy nem nagyon kell foglalkozni az ellenféle, hanem nekünk kell a legtöbbet kiadni magunkból. Nekünk kell odafigyelni az első pillanattól kezdve. Érik meglepetések a nagy csapatokat is, amikor az első körben kipotyognak olyan csapatoktól, akiről azt mondták, hogy hát ezt az ifi csapatunk is megverte volna őket. Úgyhogy nekünk nagyon kell koncentrálni, a fölkészülés is most már ebben a fázisában van, hogy csak odafigyelni minden egyes lépésre, ami közelebb visz minket a győzelemhez. Aztán utána majd a visszavágón várja itt őket a ferencvárosi pokol, és aztán utána remélem, hogy ott nagyszámú közönséggel tudjuk megérdemelni a továbbjutásunkat. Mi a végcél egyébként a nemzetközi kupában, és mi a cél a bajnokságban?
Hát a bajnokság egyszerűbb, nekünk bajnokságot kell nyerni ahhoz, hogy a Bajnokok Ligájában tudjunk indulni. Egyébként csak a Konferencia Ligában tudunk elindulni. És az nekem kicsit kevés és szűk, szóval, hogy én azt nem szeretném, ezért aztán nekünk meg kell nyerni a bajnokságot. Ez az elsődleges dolog. De most, hogy olyan csapatunk van fölállítva, hogy tényleg minden poszton két hasonló képességű játékos van, szerintem ezt meg kell tudni oldani. A kettes számú és fontos dolog, hogy én szeretném megélni a kupatavaszt. A legjobb lenne az, hogy a BL-ben megélni a kupatavaszt. Az lenne a legnagyobb büszkeség. De ha ott nem, akkor meg kell az Európa Ligában élni a kupatavaszt, mert olyat már rég csinált magyar labdarúgó csapat. És most egy olyan folyamat van a magyar labdarúgásban, lásd a válogatott, hogy szerintem ennek mi is most már negyedszer indulunk el, és negyedszer szeretnénk bekerülni a csoportkörbe, ami ha egyszer bekerülsz, az olyan, azt mondják, véletlen is lehet. Kétszer bekerülsz egy komoly csoportkörbe, azt mondják, jó, hát szerencséjük volt, de harmadszor már nem, azt mondják, hogy az egy teljesen normális állapot. Negyedszer, meg most már elvárás, hogy mi csoportkörbe játszunk. A csoportkörpár meghalt, igen. És megszületett kupatavasz Gábor. Igen. Szóval, hogy szerintem meg kell a tavaszt élnünk a kupában. Azért az egy egész más felkészülés lenne télen. Egész más hangulat, egész más igazolási lehetőségek, amikor azt mondanak, hogy és mi még tavasszal is megyünk. És lehet, hogy nem egy, hanem két kör. Szóval szerintem az egy másik perspektíva már. Nekem tulajdonképpen egy kérdésem maradt, Gábor, ha jövőre ilyenkor, június 30-án egy ilyen szezonzáron beszélgetünk, akkor mi lenne az a... Mikor lennél elégedett? Ez soha. Nem leszek soha elégedett. Ha elégedett lennék, akkor én abba hagynám ezt a munkát. Soha nem leszek elégedett. Nem lesz. Van egy-két... Vannak elégedett esteim, amikor mondjuk megnyerünk egy bajnokságot, hazamegyek, és akkor ott van a bajnoki aranyérem. Az egy elégedett este, de másnap egész nap azon gondolkodom, hogy lehetne ennél többet tenni. Amikor megnyertük a kupát, fantasztikus nap volt. Vittem haza a kupasálat, meg a kupagyőztes sálat, meg az aranyérmet. Az egy szép este volt. De másnap azon gondolkodtam egész nap, hogy lehetne ebből egy még jobb csapatot faragni, hogy mit lehetett volna jobban csinálni ezen, hogy mivel lehetne még előre lépni. Úgyhogy nem leszek elégedett soha, ezt a kérdést, ezt nekem nem lehet jól föltenni. A kis elégedettségre adna okot, amikor azt mondanák, hogy jó, hát tavaly ennyi mindent megnyertünk, de azért most több olimpiai aranyunk van, és több világversenyen nyertünk, és nem tudom, és megértük a kupatavaszt, meg a női labdarúgóink is bekerültek a Bajnokok Ligába, akkor azért az akkor egy a kérdésre adott válasznál egy pillanatnyi jó érzés jelentene, de egyébként nem leszek sose elégedett. Ennél jó végszó nem kell. Köszönöm Kubatov Gábornak, az FTC elnökének, köszönöm, és köszönöm Szűcs Tamásnak, a Fradi Média főszerkesztőjének. Ez volt a Fradi Podcast mai adása. Hajrá, Fradi!